Évről évre elvégzik azt a felmérést, amelyben 18 és 30 év közötti internetező fiatalokat kérdeznek étrendkiegészítő fogyasztási szokásaikról. Az idei kutatás azt mutatja, hogy a megkérdezettek kétharmada már fogyasztott ilyen termékeket. A legtöbben tudják is, mik ezek, közel negyedük mégsem tud különbséget tenni az étrendkiegészítők és a gyógyszerek között. Az étrendkiegészítők, mint a nevükben is benne van, a hagyományos étrendkiegészítésére alkalmazható készítmények. Ezekben az étrendkiegészítőkben többnyire vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek szoktak lenni, illetve úgy fogalmaz a jogszabály, hogy táplálkozási vagy élettani hatással rendelkező anyagok is lehetnek benne. Ezek olyan készítmények, amelyeknél betegséget gyógyító vagy megelőző hatásra nem lehet hivatkozni. Vagyis nem lehet gyógyszerként kezelni őket. Ha mégis ezt tesszük és nem tapasztaljuk az utóbbiaknak tulajdonított hozadékokat, az negatív következménnyel fog járni. Nem csak ezen termék, hanem a gyógyszerekre is, arra a gyógyszertára nézve is, ahol ezt vásároltuk. Külsőre sem egyszerű különbséget tennünk köztük, ezek is leggyakrabban tabletták, kapszulák, cseppek formájában érhetők el a gyógyszerekéhez hasonló csomagolásban. Forgalomba hozásuk ugyanakkor nincs szigorú szabályokhoz kötve, esetükben csak bejelentési kötelezettségük van az értékesítőknek. Így hamisításuk is egyszerűbb, amit az is elősegíthet, hogy sokszor nem a hagyományos értékesítési csatornákon keresztül árulják ezeket. A Silány minőségű termékek forgalomba kerülésének megakadályozása érdekében jött létre 2018-ban a Biztonságos Étrend Kiegészítő Program több szervezet együttműködésével. Olyan szabályrendszert alakítottunk ki, hogy gyógyszertárak csak olyan gyógyszer nagykereskedőtől vásárolhatnak étrendkiegészítőt, amelyek tudják garantálni azt, hogy ez a termék hamisításmentes. Abban a térben, ahol a betegek a gyógyszertárban tartózkodni szoktak, lehet látni egy olyan A4-es méretű lapon, egy zöld karikában, egy fehér háromszögben egy nagy zöld E betűt, ami egyértelműen azt jelzi, hogy ezek a gyógyszertárak ebben a biztonságos étrendkiegészítő programban részt vesznek. A hamisítás kockázatai, hogy épp az az anyag nincs benne a termékekben, amit hirdetnek, vagy nem tudják azt, amivel reklámozzák, továbbá, hogy tiltott anyagot tesznek beléjük. A kutatásból egyébként az is kiderült, hogy ezen készítmények fogyasztása az életkor növekedésével egyre gyakori, főleg a nők és a felsőfokú végzettségűek körében. A vásárlás legfőbb indokai pedig a táplálkozás kiegyensúlyozottabbá tétele és az egészségmegőrzés, immunerősítés.